Magyarországon is megjelent a koronavírus új variánsa, a Brit mutáció gyorsabban terjed a COVID-19-nél, de a szakemberek azt mondják, a nálunk alkalmazott vakcinák ezzel szemben is hatékonyak. Az oltási kampány folytatódik, az idősek mellett már a 60 év alatti krónikus betegek is kapják a vakcinát. Március elején pedig a lakosság tömeges oltása is megkezdődik a témát. Imre Balás folytatja. Nézzük a részleteket, jó reggelt kívánok a nézőknek, szervusz, valóban folytatjuk még hozzá Rusvai Miklós víruskutatóval, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Magyarország az 54. ország, ahol megjelent ez a bizonyos brit mutáns vírus. Mit kell erről tudni? Itt hallhattuk a felvezetőben, hogy gyorsabban terjed, agresszívabb is egyébként? Ö, annyiban agresszívabb, hogy gyorsabban terjed. Tehát szerencsére súlyosabb tüneteket vagy. Ö, nagyobb halálozást nem okoz, tehát a patogenitása, a kórokozó képessége nem változott lényegesen, nagyobb mennyiségben termelődik a megfertőzött emberek szervezetében, tehát több ürül a külvilágba, és jobban tud kapcsolódni a sejtjeinkhez, tehát a fogékony emberek pedig könnyebben megfertőződnek. Ennek a kettőnek az eredménye az, tehát hogy több termelődik és könnyebben kapcsolódik a sejtjeinkhez. Ennek a következménye az, hogy körülbelül 70%-kal gyorsabban terjed, tehát még a korábbi variánssal egy fertőzött ember átlagosan 1,2 másik embert fertőzött meg, ez az új variáns, ha egy fertőzött től, a ö, körülbelül 1,8-1,9 másik ember kapja meg a fertőzést. Tehát a... 70 kal nőtt a terjedő képessége. Igen. A brit mellett van dél és brazil mutáns vírus, amiről tudunk Magyarországon, ezt erősítse meg nekünk. Egyelőre a brit mutációt fedezték fel, ugye? Így van, így van. Ez ö, valószínűleg ez áll az utóbbi napok kedvezőtlen járványtani adatai mögött, tehát az, hogy a legtöbb ö, mutató, a halottak száma, a lélegeztetőgépen lévők száma, a kórházban lévők száma ö, minimum stagnál, de inkább emelkedni kezdett, ez ö, a brit mutáns számlájára írható. A brazil mutáns és a dél-afrikai mutáns is ö, Valamivel jobban terjed, mint az eredeti változat, és ezeknél sajnos már nagyobb mértékű változás volt a tüskefehérjén is. Tehát még azok ellen is véd a jelenleg forgalomban lévő vakcinák túlnyomó többsége de a hatékonyság az csökkent. Tehát egy 5-10%-ot le kell vonni a vakcináknak az eredeti variánssal szemben tapasztalt hatékonyságából, az a 90-95%-os hatékonyság. A délafrikai mutáns esetében az például már csak egyes mérések szerint 80-85%. Jó, hogy említi a vakcinák kapcsán kialakult védettséget, mert történt egy eset, amely bejárta a világ sajtót, mi is foglalkoztunk vele nevezetesen, hogy Németországban egy idős otthonban 14-en elkapták úgy a koronavírus brit mutáns változatát, hogy már beoltották őket, sőt ráadásul kétszer is, tehát elvileg már megkapták a védettséghez szükséges két oltást. Ez egyedi eset, vagy számítani lehet ilyen esetekre? Hála Istennek egyébként azt is tegyük hozzá, hogy nem volt komolyabb tünete azoknak, akik újra elkapták ezt a Betegséget. Hát ez az, amit elvárhatunk a vakcinától. Tehát nehogy azt higgyük, hogy a vakcina a fertőzést, a fertőződést megakadályozza, nem. A vakcina annyit tehet, hogy az emberek, akiket beoltottak, nem betegszenek meg és nem halnak meg. Ez a vakcina pompásan beváltotta ebben az idős otthonban a hozzáfűzött reményeket. Igen, mi is tudjunk róla, a vakcina által képződött vagy képzett ellenanyagok, amik a vérünkben vannak, ezek az orüregben és a garatüregben a vírus megtelepedését és kismértékű szaporodását nem gátolják meg. A vakcinától azt lehet várni, hogy ne betegedjünk meg, hiszen a vérünkben a vírus már nem tud szétterjedni, és a tüdőt, a központi idegrendszert, a szívizomzatot nem fogja károsítani, meg az erek falát. De, és ráadásul sokkal kisebb mennyiségben termelődik a megfertőzött emberekben, tehát magyarul nem betegszünk meg, nem hallunk meg, és a környezetben sokkal kevesebb vírus lesz, mert kevesebbet termelünk. Ennyi az, amit a vakcinával el tudunk érni, és ez óriási. Említette azt, hogy ezek a mutáns vírusok fertőzőbbek is, és ezáltal felgyorsítják a járványt. A kérdés az, hogy idővel azért majd a vakcinákon kell módosítani a védettségükön, hogy megfelelő védettséget adjanak, ha túl sok ilyen mutáns vírus alakul ki? Ez most időkérdése, tehát ha gyorsan sikerülne a világjárványt megfékezni, nem csak Magyarországon, nem csak Európában, hanem a világjárványt kellene megfékezni minél hamarabb, minden nap esélyt ad a vírusnak arra, hogy valahol legközelebb, Indiában, Észak-Amerikában, bárhol újabb mutáns Képződjön olyan, ami ellen akár a vakcinák még kevésbé védenek, vagy akár egyáltalán nem. Tehát nem szabad időt hagyni a vírusnak arra, hogy sokat mutálódjon. Minél tovább tart a járvány, annál nagyobb esély van az ilyen mutációra. Igen, nem zárható ki, hogy előbb-utóbb olyan mutás is kialakul, ami ellen a mostani vakcinák még kevésbé védenek. Kérdés az, hogy akár ezek a mutánsok milyen hatással lehetnek a krónikus betegekre, illetve az idősekre, csak azért kérdezem ezt, mert közben átvezetem a másik témánkra is a beszélgetést, hogy elkezdődött az oltási kampánynak az a része, ahol az idősek mellett a 60 év alatti krónikus betegek is megkapják a vakcinát. Ők például sokkal veszélyeztetettebbek akár a mutáns vírusok kapcsán is? Nem, tehát a veszély nem változott, vagy a veszély foka nem változott. A, a vakcina még, ahogy mondtuk már az előző részben, továbbra is véd. Tehát azt kell tennünk, hogy minél több embert beoltani ezekből a veszélyeztetett csoportokból és veszélyeztetett korosztályokból. A vakcina biztosítja csak az ő védelmüket, semmi más egyelőre. Azért is fontos a vakcinák beadása ezeknek az embereknek, a veszélyeztetett csoportoknak, mert hát azért náluk szövődmények léphetnek fel. Milyen szövődmények alakulhatnak ki a koronavírus járvány kapcsán? Sajnos azt kell mondom, hogy minden korosztályban alakulhatnak ki szövődmények, tehát az előző hetekben több szó is esett arról, vagy több helyen is esett szó arról, hogy sajnos még a gyerekek sem mentesek a szövődményektől, a hosszú távú hatásaitól a vírusnak. Igen, szövődmények kialakulnak, ezek legtöbbje például az érpályához, tehát a az érrendszerhez kötődik, hiszen a vírus elsődlegesen az erek belső falát bélelő úgynevezett endotelsejtekben is szaporodik. A szövődmények ez egy része ehhez kapcsolódik, hiszen ennek következtében mikrorögök, tehát mikrotrombusok, kis véralvadékok képződnek, és ezek elakadva úgynevezett embóliát okoznak, tehát tüdőembólia, a központi idegrendszerben az agyban stroke veszély, a szívben esetleg infarktus veszély, tehát a rövid távú szövődmények ezek, a hosszú távú szövődmények is nagyon szerteágazóak, kezdve azon, hogy például tüdőfibrózis alakulhat ki a tüdőben fennálló hosszú gyulladás következtében, a szívizomzat károsodása következtében a szívnek a teljesítő képessége csökken, és így tovább, tehát számos hosszú távú. És akkor még nem beszéltünk a pszichés hatásokról, amit a bezártság, az adott esetben a Munkanélküliség, a ö, különböző okok miatt fokozódó, alkoholfogyasztás, a családon belüli erőszak növekedése, tehát számos más ö, pszichológiai következménye is van ennek a járványnak, nem csak a szervi elváltozások. Jó, hogy említette a pszichológiai következményeket, mert erről is fogunk majd beszélgetni még a mai nap folyamán. Most letelt a beszélgetésre szánt időnk Krusfaj Miklós víruskutatónak, az MTA doktorának. Köszönjük, hogy itt volt velünk, szép napot kívánunk önnek. Viszontlátásra hasonlóképpen.